A május 1-től még sokaknak a felvonulása, sör és a virsli jut eszébe. Bár ezek az idők elmúltak, az, hogy az emberek összejöjjenek és jól érezzék magukat a Covid-járvány bezártságra ítélő időszaka után, igazi felüdülést jelentett. A kilátogatók is azt fogalmazták meg, szükség van a közösségi rendezvényekre. Elég sokat jártunk ki annak idején, úgyhogy meg most az unokákkal, meg gyerekekkel, és köszönjük szépen, most jó itt. Volt, aki szerint az emberek viszonya is átalakult az elmúlt időkben. Kicsit másabb hangulat volt, én úgy érzem. Igen. Közvetlenebbek voltak az emberek, nem volt ekkora távolságtartás, mint manapság. És most nem a pandémiára gondolok. Kicsit az emberi közvetlenség, ez még hiányzik, én úgy gondolom. Bár a családokban még szó esik ilyenkor a felvonulós virslis sörözős időszakról, de ez a mai fiataloknak nem sokat jelent. Néznek, hogy mik voltak a régi időkben. Hello. 1, 2, 3, igazából 4, 5-ös. Nem tudják elképzelni, mert ők ma más világba születtek. A Babits Mihály Kulturális Központ az idei programot a Retro jegyében szervezte. Berlinger Attila igazgató azt mondta, az idei majálissal a közösségi élet újraszervezésének első lépését tették meg. Civil egyesületek, szervezetek, akik örömmel találkoznak egy ilyen eseményen, hasonlóan, ahogy 30 éve, 40 éve is volt, jöjjenek ki újra ide a szabadtére, főzzenek együtt közösen, töltsék együtt el ezt a szép napot, vegyenek részt a gyerekek kézműves foglalkozásokon, vehessenek egy vattacukrot, ringlispilezzenek egyet, dodzsemezzenek egyet. Én azt gondolom, nagy szükség van ezekre a igazi szabadtéri, örömteli programokra, ahol a családok is találkozhatnak végre. A retro majális hangulatát olyan rendezvények tették hangulatot, mint a veterán autók találkozója, vagy az egykori szexárdi sikerzenekar, a Derby koncertje.